Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2018. május 3-án este 7:30-tól. Békés Csabán remekeltek a Szent István gimisek, országos sikert hozott a Moller Rouge. Fogom a kezed gála műsor, teltházas előadás a Nebulós rendezvény. Vendégeink voltak, Kunszt utcai Ovisok a TV stúdiójában. 22. alkalommal rendezték meg az Amatőr Musical Színpadok országos fesztiválját. A Békés Csabai megmérettetésen a Szent István Gimnázium színjátszó csapata is részt vett, ahol a Szerelem az Éjszakában című előadásuk hatalmas sikert aratott, kategóriájukban elsőként végeztek. Az István napok keretein belül egy különleges és igazán színvonalas előadást tettek színpadra a Szent István Gimnázium diákjai, mely a Moller Rouge című film egy táncos adaptációjaként kelt életre. Erről előző híradásainkban már hallhattak, ám a történetnek itt nincs vége, hiszen a nemrég Békés Csabán megrendezett Amatőr Musical Színpadok országos fesztiváljára is magukkal vitték a sót. Úgy gondoltuk, hogy éppen ideje már hosszú-hosszú évek után, hogy a gimnázium egy komoly országos kulturális rendezvényen is bemutatkozzon és képviselje önmagát, illetőleg a várost. És 22 éve működik egy Skerzo nevezető musical fesztivál, amelyen amatőr együttesek, egyesületek, szakkörök mérhetik meg magukat. A fesztivált évente felváltva rendezi Pápa és Békés Csaba. Utóbbi városban ez a 12. volt. Neves zsűritagok bírálták el a produkciókat, amelyeket egy előválogatás előzött meg. A rendezvény háromnapos volt, ahol két színpadon folytak a bemutatók két kategóriában. Mi végül is egy kicsit ugye az esélyteleneknek, de mégis azért a kíváncsian megmérettetésre vároknak a nyugalmával indultunk neki ennek a versenynek, és hát óriási boldogság, és szinte hihetetlen és felfoghatatlan, hogy a saját kategóriánkat megnyertük. Sikert hozott tehát a Moller Rouge, de nem csak a csapatnak, hiszen az egyik különlegesen tehetséges tanuló, Eleki Gréta egy külön díjat, nevezetesen a legjobb táncos díjat vehette át Roxanne szerepében. Körülbelül 7 éve foglalkozom így komolyabban a tánccal. Nekünk volt egy csapatunk, akikkel rendesen versenyezni is jártunk, valamint minden hétvégén fellépésekre. Ott jó eredményeket értünk el, volt, hogy országos elsők lettünk, meg általában dobogós helyezést értünk el. Azonban ebbe a színdarabba én 2 évvel ezelőtt kerültem ide bele. Gréta nem hezitált sokat, hiszen a gimnáziumba is ekkor került. A tavalyi évben már elkezdték a próbákat a szóban forgó előadásra, azonban Gréta ekkor még nem volt benne a produkcióban, hiszen ideje nem engedte, de ezen igyekezett változtatni. Viszont gyorsan rájöttem, hogy benne kell lennem, ugyanis szörnyen megtetszett az egész, meg magák, a barátaim is ugyebár benne voltak, úgyhogy utána egyből én is jelentkeztem, aztán csináltuk. Mi a táncsulimban általában ugyebár house táncolunk, vagy lakingot, vagy ugye tényleg azt a gizdáb táncot, hogy úgy mondjam. Aztán nagyon fura volt, hogy a sportcipőmet magas sarkúra kellett leváltanom, valamint szoknyában táncoltam, és combfixben, meg mindenféle csajos dolgokat kellett magamra vennem. Viszont nagyon tetszett az egész, örültem, hogy új kihívások elé nézhetek, aztán ezt is kipróbálhatom. És Gréta olyannyira kipróbálta mindezt, hogy több mint 300 táncos közül ő vitte el a legjobbnak járó jutalmat. Nagy büszkeség tehát most a gimnáziumnak és a városnak is a csapat rendkívüli eredménye. Reméljük, hogy sok ilyet hoznak még Kalocsának ezek a tehetséges tanulók. Múlt héten volt a 7. Nebuló napok elnevezésű rendezvénysorozat. Az események zárásaként az intézmény gálaműsort tartott a Városi Színházban. Verszavalás, éneklés, keringő, szinkronúszás. Ezek voltak az idei Nebuló egymi gálaműsorának elemei. A hagyományá vált esemény idén is április utolsó hetében került megrendezésre a Városi Színházban. A Nebuló napok záró programjaként 25 éve zajlik ez a sorozat. Minden évben megmutatjuk, hogy mit tanultak a gyerekeink, miben ügyesek, miben tehetségesek, és így fog ez történni a mai napon is. Korábban egy tehetségprogramos pályázat keretében bemutattuk a Gyöngyhajú lány balladája újra gondolva darabot a tavalyi évben.
és a siker kapcsán fölmerült, hogy ezt minden évben pályázati erőforrás nélkül is próbáljuk meg megvalósítani, és így született az ötlet, hogy a mai alkalommal a Dzsungel könyvét nebulósan fogjuk bemutatni. A gyerekek 8 műsorszámmal készültek a közönség számára, amit egy kerek történet köré foglaltak. A műsorban nem csak a tanulói és tanári zenekar lépett fel, hanem a város számos zenésze is csatlakozott. Kívülről egy fantasztikus összefogás keretében kiderült, hogy többen is vannak, akik szeretnének és tudnak is segíteni, és így egy nagyon erős zenekar állt össze, és biztos vagyok benne, hogy egy különleges élmény lesz ez a mai nap. Az intézmény fontos célkitűzése a társadalom érzékenyítése. Nemrég az Autizmus Világnapja alkalmából rendeztek programot, amit a diákok meg is örökítettek. Ezekből a rajzokból rendeztek kiállítást a színház előterében. Csak a gyerekek önként öntötték rajzba az élményeiket, a gondolataikat az Autizmus Világnapjával kapcsolatban, ezt a kollégák összegyűjtötték, és így született ez a rajzos kiállítás. Ha megnézzük a rajzokat, a megjelenő érzelmeket, gondolatokat, azt gondolom, hogy büszkék lehetünk magunkra, büszke lehetek a munkatársainkra, hiszen nagyon érzékeny, odaforduló üzenetek köszönnek vissza az elfogadásról, a szeretetről, az értékekről. A nézőközönség színes, változatos műsornak lehettek szemtanúi az este folyamán. Már több alkalommal érkeztek vendégcsoportok a Kalocsa televízióhoz, hiszen sokan kíváncsiak a stúdióban zajló munkára. A héten ismét látogatók érkeztek hozzánk, ezúttal a Kunst utcai tagovodások lestek be a kulisszák mögé. A város iskoláiból, intézményeiből már többször érkeztek látogatók televíziónk stúdiójába, hiszen sokan kíváncsiak az itt zajló munkafolyamatokra, ugyanis a legtöbben munkatársainkkal általában kint a forgatások során találkoznak, vagy csak a képernyőn keresztül. Most szerdán élőben a Kunst utcai tagovodások kaptak lehetőséget arra, hogy megismerkedjenek velünk és az általunk végzett feladatokkal. Közelebbről megvizsgálták kameráinkat, mikrofonjainkat, sőt, kipróbálhatták azt is, hogyan kell beköszönni egy-egy műsor elején. Jó estét kívánok mindenkinek! Jó estét kívánok mindenkinek! Legizgalmasabbnak, mint mindig, most is a súgógépünk bizonyult, és bár az ovisok még nem tudnak olvasni, az általunk megjelenített kis figurákat egytől egyig sikeresen felismerték. Ezután természetesen vissza is nézhették magukat a különböző műsorhátterek előtt, ugyanis elárultuk nekik a titkot, hogy hogyan is lesz az egyszínű kékből érdekes, akár ilyen mesefigurákkal tarkított háttér adásainkban. És végül megmutattuk azt is, hogy hogyan dolgozzuk fel és tároljuk az általunk készített felvételeket. Így a Kunst utcai Zöldalma csoport nagy örömére közösen néztük vissza, hogy kis pajtásuk Vén Léna az újvárosi óvoda által szervezett gyermekdal napján miként énekelt. Negyed évszázados fennállását ünnepli a Kalocsai Vicai Optika. Az évforduló alkalmán megújult üzlethelységük is, ahol immáron 12 főnek adnak munkalehetőséget, és közel 50 ezer embernek nyújtanak világszínvonalú szolgáltatást. 1993. Ekkor fogadta első vásárlóját az akkor még 7 négyzetméteres üzlethelységben a Vicai Optika. Azóta 25 év telt el, mely idő alatt már új helyre költöztek, kibővült szolgáltatásuk, és csapatukban is több tag lett. A negyed évszázados fennállás ünnepléseként barátok, kollégák és családtagok gyűltek össze. Én 97-ben kapcsoltam be az üzletmunkájában, mint látszerész tanuló. Rengeteget dolgoztunk, és azt vettük észre, hogy ha nagyon sokat dolgozunk, akkor annak van gyümölcse, és akkor elkezdtünk hinni abba, hogy munkából lehet igazán előrelépni. Így alakult ez, hogy mindig többet dolgoztunk, többen lettünk, több alkalmazottunk lett, és elértük azt, hogy ma 12-en vagyunk minden beleszámítva, tehát 12 embert foglalkoztatom. Melyből 3 fiatal pályakezdő látszerészek, akik a tulajdonosoktól szakmai oktatást és iránymutatást is kapnak. Az évforduló alkalmából a családi vállalkozás teljesen megújította külső és belső arculatát, így megújult belső térrel és új szolgáltatásokkal várják Kalocsa és környéke lakóit.
Amikor én átvettem úgy igazán ezt az üzlet irányítását, akkor elkezdtem figyelni a nyugati trendeket, és ott nyugaton az a trend, hogy 10 évente megújítanak egy ilyen üzletet. Az első megújítást a 15 éves évfordulón láthatta a Kalocsa közönsége, a második megújítás pedig pont eltelt 10 év, és én ragaszkodtam hozzá, hogy erre a jubileumra mindenképp szeretnék egy igazán olyan üzletet, egy olyan belső dizájnt teremteni, a vásárlóknak egy olyan környezetet, akár az ülő garnitúrák, ahol igazán kényelmesen, jól érezhetik magukat. Tehát ne 5 perc alatt adjunk el egy szemüveget, hiszen ez egy látásjavító eszköz, amit évekig hordanak. Az Optika a járás lakóinak, közel 50 ezer embernek nyújtanak szolgáltatásokat a látó és halásszervi vizsgálatokkal, és az ezekhez kapcsolódó termékek kiegészítők forgalmazásával. Ezek közt helyet kap a szemorvosi vizsgálat és a szemfenékfotózás is. A szemfenékfotózás azt jelenti, hogy egy olyan diagnosztikai eszköz, amihez nem kell a beteg. Tehát lefotózom, elküldöm, megnézik a fotót magát, a beteg itt marad helybe, én Budapestre küldöm a fotókat. Az ünnepségen, mint ahogy 10 évvel ezelőtt is, Mészáros István atya áldotta meg az üzletet. A Bács-Kiskun megyei pedagógiai szakszolgálat Kalocsai tagintézménye érzékenyítő tréninget szervezett pedagógusoknak. Néhány órán keresztül olyan problémákkal kellett megküzdeniük, mint némelyik tanítványuknak. Az intézményt és a benne folyó komplex munkát Wilhelm Edith tagintézmény vezető mutatta be. Az itt dolgozó szakemberek hónapokkal ezelőtt maguk is részt vettek Csongrádon egy ilyen érzékenyítésen. Nagyon élménydús és érzelemdús volt ez az esemény számunkra. Sok tapasztalatot szereztünk, tudni kell róla, hogy többségi pedagógusoknak szervezték ezt a programot, és mi azért kaptunk lehetőséget arra, hogy részt vegyünk, mert már akkor megfogalmazódott bennünk, hogy ezt szeretnénk majd mi magunk is megcsinálni a helyi pedagógusok számára. Olyan problémákat élhettek át ezen a programon a résztvevők, amikkel egy-egy figyelemzavaros, magatartászavaros, matematikai, olvasási vagy éppen írás nehézséggel küzdő gyerek nap mint nap szembesül. Átéljük, hogy ők nap mint nap az iskolában, a tanórák folyamán, a foglalkozások során mit éreznek, milyen benyomásokat kapnak, és hogy ezt milyen nehéz is nekünk átérezni, hiszen mi csak egy problémát vagy egy rossz magatartást látunk ezeknél a gyerekeknél, és itt az ő helyzetükbe kerülve hát egészen más oldalról találkozunk ezekkel a dolgokkal. Teremről teremre haladtak a program résztvevői is, minden helyen más-más feladatokat kellett elvégezniük, ráadásul sok-sok zavaró tényező mellett. Több területen fog zajlani ez az egész érzékenyítő program. Különböző szekciókat állítottunk fel, különböző termekben forgószínpadszerűen fog működni ez az egész, és lesz olvasás, írás, beszéd, mozgásfejlesztők és matematikai stílusú óra, ugye nem teljesen a matematika óra, hanem ez egy érzékenyebb program, mint ahogy a nevében is benne van. A szakszolgálat dolgozói szeretnék, ha minél több pedagógus megtapasztalhatná a hasonló helyzeteket. A későbbiekben akár középiskolás tanárok, akár szülők is bevonhatók lennének, hiszen az ilyen gyerekek többféle irányból kaphatnak segítséget. Mi főként az általános iskolai pedagógusokat hívtuk, invitáltuk, illetve még itt van egy iskolapszichológus is, szóval próbáltuk egyelőre az általános iskolai szintű oktatást belevinni ebbe az egészbe, hogy ezzel kezdjük el. Néhány gyakorlati tanácsot is kaptak a szakemberektől a programon résztvevők. Április 28-án játszották első rájátszás meccsüket a lányok, május 2-án pedig a fiúk ismételték meg a PEAC elleni mérkőzésüket. Így aztán mondhatni, igencsak izgalmas és nagy örömünkre eredményes napok vannak a KKC csapatai mögött. A KKC női együttese április 28-án játszotta a rájátszás első mérkőzését Kiskunmajsán. Csapatunk 2 gólos győzelmet aratott, így már csak egyetlen hazai fordulónyira kerültek a bronzéremtől. Nagyon nehéz dolgunk lesz a visszavágón. Nekünk majd az átlövésekre kell elsősorban jobban oda figyelnünk, és ami még ott hibázott, hogy a második fél időben a beállójukat nem tudtuk kezelni. Erre kell majd készülni, oda is várjuk a nézőinket, és remélem, hogy sikerül kiharcolni a harmadik helyet. A nagy összecsapásra tehát várnak mindenkit szeretettel május 13-án 16 órára a Városi Sportcsarnokba.
hiszen eddig is minden helyzetben plusz erőt adott a KKC együtteseinek a közönség lelkes támogatása. Így volt ez május 2-án is, hiszen ekkor került sor a PEAC elleni mérkőzés megismétlésére a szövetség döntése alapján. Márciusban 9, most pedig 8 góllal sikerült Kolicsi játékosainak legyőzniük a pécsiek gárdáját. Azóta ez a csapat feljavult, mert hogyha valaki megnézi az eredményeiket, akkor legutoljára megverték a Mecsek Nádasdot, és a második helyzet Nagykanizsáról pontot hoztak el. Ezzel az eredménnyel matematikailag már biztosította a KKC 5. helye a bajnokság végére, ami persze a következő 2 forduló után még lehet ennél jobb is, azonban a folytatásban egy nagy csata vár a fiúkra, ugyanis Mecsek Nádasdra utaznak majd. Ahhoz, hogy egyáltalán esélyünk legyen a dobogóra, ahhoz nekünk Mecsek Nádasdon győzni kell, és az utolsó fordulóba dőlhet el akkor a bronz mérkőzésen a 3. hely sorsa a Nagyatád ellen. Mecsek Nádasdra ismét indul szurkolói járat, méghozzá május 6-án vasárnap 13 órakor a Városi Sportcsarnok elől. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel holnap is jelentkezünk. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon a kalocsatv.hu-n. További szép estét kívánok, viszontlátásra!